Európában is egyre romlik a járványhelyzet. Bulgáriában 30% alatt van azok aránya, akik mindkét oltást megkapták. Egy nap alatt 310-en haltak meg a COVID-fertőzés szövődményei miatt. Ukrajnában a lakosságnak csupán 17%-a van teljesen védve. Korlátozzák a koronavírus ellen nem beoltott emberek mozgását Kijevben. Ezentúl csak akkor látogathatják a bevásárlóközpontokat, vendéglátóhelyeket és sportlétesítményeket, ha negatív tesztet tudnak felmutatni. A hatóságok az oltási hajlandóság erősödését várják az új intézkedésektől. Az országos átlagtól jelentősen eltér ez a Munkácstól 160 kilométerre északra fekvő ukrán kisváros, ahol már a felnőtt lakosok 74%-a megkapta az összes szükséges oltást. A családom minden tagja megkapta már az oltást, ezért döntöttem úgy, hogy én is kérem, mondta ez a férfi. A gyógyvizéről ismert városka gazdasága a turizmuson alapul. Az ukrán kormány előírása szerint pedig csak azok a szállodák, éttermek és edzőtermek maradhatnak nyitva, ahol az összes alkalmazott be van oltva, vagy naponta negatív tesztet produkál. Nyugat-Európában is egyre több országban vezetik be újra a nyáron visszavont óvintézkedéseket. Hollandiában a legtöbb nyilvános helyre csak védettségi igazolással lehet bejutni. November 6-ától kiterjesztjük a maszkviselést. A tömegközlekedés mellett a középületekben, üzletekben, valamint a kórházakban és az idős otthonokban is kötelező lesz, jelentette ki a holland miniszterelnök. Dél-Koreában elkezdték enyhíteni a korlátozásokat, miután a felnőtt lakosság csaknem 90%-a megkapta az oltást. Azonban ismét nőni kezdett az új esetek száma, főleg a tinédzserek körében. A tinédzserek nagyon sok időt töltenek közösségi terekben, az iskolákban és közösségi programokon, azonban közülük még kevesen vannak beoltva, mondta az egészségügyi minisztérium egyik vezető hivatalnoka. Az országban az elmúlt hetekben kezdték meg a 12-től 17 éves korosztály oltását.